Sziasztok, kedves gyerekek, kedves szülők! Hallgassatok meg egy régi népmesét. Helyezzétek magatokat kényelembe, hosszú lesz a mese. Innen az itthoni kis mesekuckóból. Egyszer volt, hol nem volt, tán még az óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy királyság. A király és a királyné nagy boldogságban éltek, egyetértésben igazgatták a birodalmat. Csak egy nagy bajuk volt. Nem születhetett nekik gyermekük. Busákodtak is emiatt, szomorkodtak elég sokat. Telt múlt az idő, még tán 20 év is eltelt, hogy így éldegéltek, mikor egyszer a királyt csatába hívták. Mielőtt a király felszállt a lovára és indult a csatába, így szólt a feleségéhez. Na, édes szerelmem, édes mátkám, hát, mire én hazaérek, hogyha itt nem terem nekem egy kis gyermek, akkor én elpusztítom magam bánatomban. Megölelte a feleségét. Add meg, szegény, ott szomorkodott, hogy na, hogyan is teljesítse a kedves férjének a kívánságát, hiszen elment a csatába. Hát, a szokása szerint a királyné, ahogy nap mint nap szokott, egy napon lent a kertben a gyönyörű szép kertje volt, ott olyan virágok voltak, el nem tudjátok képzelni. Olyan színük volt, mint a madarak tollának. Akkora nagy szírmaik és olyan illatuk, hogy azt öröm volt befogadni. Na éppen, amikor az egyik ilyen szép kis rózsabokor, szép vörös rózsabokor előtt imádkozott a királyné, és egy ilyen szép szívhez szóló imát mondott. Gyökér adja fáját, fagyja ágát, ág adja virágát, virág adja almáját, Isten áldja a Szűz Máriát. És abban a pillanatban, abból a kis rózsából egy gyönyörű, szép fiúcska termett elő. Na de az a fiú olyan volt, hogy járni tudott egyből megbeszélni. El is nevezte a királynő, virágok fia királyfinak. Na, szépen cseperedett a királyfi, nagy boldogságban élt a királyné. Csak egy baj volt vele. Ez a fiúcska, ez egy nappal eltéve sírt, 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 és senki nem tudta megmondani, hogy hogyan lehetne megvigasztalni. Akkor hazajött a csatából a király, ő is nagyon megörült a fiúcskának. Hívták a bölcseket, javasasszonyokat, orvos professzorokat, hogy gyógyítsák meg, találják ki már, mi baj ennek a kis legénykének, hogy tudná abba hagyni a sírást. Senki nem tudott segíteni. Már éppen kezdték feladni, mikor egyszer csak becsuszogott egy javasasszony, királyné elé állt, így szólt. Na, királyné, meggyógyítom én annak a legénynek, megmondom én, mi baja, csak vezessenek oda. Oda vezették a javasasszonyt, és ránézett a kis síró gyermekre, az meg vissza, így szólt. Na, édes fiam, amikor 20 esztendős leszel, elhozzuk neked a virágok leányát, csak azt várt ki. Hát, ebben a pillanatban lássatok csodát, a kicsi fiúcska abba hagyta a sírást, és onnantól nevetős, vidám kisgyerekké változott. Telt múlt az idő, na, el is telt a 20 esztendő gyorsan. Hát a fiú nem felejtett el, odaállt az édesapja elé. Édesapám, hozzá kell nekem a virágok leányát, ahogy ígérték. Jaj, édes fiam, hát én már öreg vagyok, rozoga, azt se tudom, hol keressem, hol, honnan hozzam ide neked. Na, édesapám, akkor én magam megyek érte. Jaj, marasztalták, mert hogy majd nem tudja, merre kell menni, baja lesz, az út közben baja esik, de a királyfi hajthatatlan volt. Elindult, jött, ment, egy darabig még ismerte az utat a palota körül a birodalomba, de aztán járatlan utakra tévedt. Egyszer meglátott a patak túlpartján egy akkora nagy embert, amilyet még soha nem látott életébe. De
ez akkora volt, hogy erősen nagy. Na, a legény meg is kérdezte tőle, hát te meg miféle szerzet vagy? Jaj, ne csodálkozzon rám, kis királyfi, engem úgy hívnak, hogy alkalmas. Alkalmas? Hát, merre tartasz? Hát, éppen nincs dolgom, de tartsunk együtt, aztán legyünk úgy, mint a testvérek. Így, testvérséget fogadtak, úgy, ahogy kell, kicsit megkeccintették a kis ujjukból, vértereztettek a karmarkolatjára, aztán vértestvérséget kötöttek, így haladtak tovább. Na, tudom ám én, hogy mi áradban vagy te, kis királyfi, a virágok leányát szeretnéd elhozni magadnak, de oda te egyedül nem mész, sőt, én azt mondom, hogy itt várj meg engem ennek a nagy tölgyfának a tövében, én majd elhozom neked azt a leányt, mert azt olyan várban őrzik, ahova te be nem juthatsz. Hát, azt megköszönte neki a kis királyfi, alkalmas meg kettőt lépett, már ott is volt, annál a várnál, amelyben lakott virágok leánya fogságban. Na, de nem jutottam be úgy simán, csak úgy, ahogy lehetett volna, hanem őrizte azt a várat egy nagy-nagy óriás, hát éppen az volt a kapus. Aztán, amikor látta közeledni alkalmas, kiment a kapuba, aztán be nem akarta engedni, de olyan vár volt ám az, hogy az így kacsalábon forgott körbe-körbe. Na, aztán megszólította az óriás alkalmast, el akarta onnan zavar. Alkalmas meg körülnézett, gondolta, nem teket óriázik, fogott egy nagy tölgyfát a jobb kezével, kicsavarta, jól oda dobta, éppen az óriásnak a háta közepébe. Na, az abban a pillantásban ott ki is múlt. Alkalmas, nem gondolkodott sokat, ment befelé a várba, a kapu nyitva volt így már, föl a 99. szobába, a toronyszoba a toronynak legtetején, a toronyszobában, ott fogadta őt, virágok leánya. Na, tudom én, hogy miért jöttél, el akarsz engem vinni a virágok fia királyfinak, csak egy baj van, hát engem 7 lakat őriz itt, ahogy látod, és azt a lakatot azért adték rám, mert engem itt fogva tartanak, a 7 fejű óriásnak. Hú, megküzdök én vele? Hol van az az óriás? Na, hallom már a dörömbölését, már éppen jön errefelé, mert biztos megérezte az ember szagot. Így is volt, hallották a lépteket? Ott is volt már, elbújt egy pillanatra az alkalmas, de azt mondta az óriás, ember izik, szagot érzek. Ekkor alkalmas, előugrott, azt megküzdött az óriással. Hol a sárba letiporta ő az óriást, hol az óriást, őt felfelé. Hát, így küzdöttek órákig, hol egyik volt fölül, hol a másik. De aztán egyszer csak sikerült alkalmasnak ledöngölni a földbe a 7 fejű óriást, azt az összes 7 fejét így sorjába lepöccintette. Fogta a leányt, aztán már mentek is vissza a virágok fia királyfihoz. Jaj, a királyfi, mikor meglátta a leányt, hogy milyen szép, mert azt még elképzelni sem tudta, hogy ilyen lesz. Megölelték, megcsókolták egymást. Aztán nagy örömükbe indultak is vissza a királyi palotába. Na de, nem sokkal az útjukat keresztezte egy őszhajú, őszakálú öregember, ilyen bottal járt, tudjátok, amelyiknek jó odafigyelni a tanácsára. Na, egy tapottat se menjetek tovább, amíg meg nem hallgatjátok a jó tanácsomat. Így az öreg. Hogyha elétek szökkenik, a nyúl hátul járó veres szakálló ember, na azzal egy percig se bajoljatok, mintha ott se lenne, oda se figyeljetek rá, mert tüstén kőbálványává fog változtatni benneteket. Úgy lesz, megfogadjuk a tanácsot, öreg apánk. Adjon Isten útjával. És folytatták az útjukat. Na, nem kellett hozzá sok. Megjelent a nyúlhátul járó, veres szakálú ember. Na de alkalmas, aztán ott egyből bajolt vele, le akarta taszítani a nyúlhátról, de az az ember kiszökkent a veres szakálú, kiszökkent az árokpartról. Egyet súlyított így a kezével alkalmas felé. Rögtön kőbálvánnyá változott. Na látta ám a királyfi, meg a tündérlány, hogy na innentől fogva
Úgy kell csinálni, mintha észre se vennék, pedig egész útjukon végig ott szökelt körülöttük a nyúlhától járó veres szakálú ember. De ők nem törődtek vele, tudták, hogy abból csak baj lesz. Visszaértek a palotába. A királyfi bemutatta a leányt a szüleinek, rögtön ki is tűzték a lakodalmat. Még aznap este meg akarták ülni, szervezték a szakácsokat, zenészeket, mindent. De hát a királyfi egyre jobban csak lógatta az órát. Ott is hagyta őket, mondván, hogy ő a testvére nélkül, az alkalmas nélkül, így semmiféle lakodalmat nem fog megülni. Na, így hát összeszedelőzködött, és elindult útján, míg találkozott egy javasasszonnyal. A javasasszony ismerte őt, mert ugye ez ugyanaz a javasasszony volt, aki annak idején kigyógyította a sírásból. Ezt elmondta neki, hogy ő rajta csak a nap segíthet. Menjen, keresse fel a napot, majd az ad neki valami olyan csoda dolgot, amivel megoldhatja a baját. Na, megfogadta a tanácsot a királyfi, ment az útján, és egyszer csak meglátott egy vackorfát. Na, az a vackorfa az olyan volt, hogy egyik ága zöld, egyik oldala teljesen zöld volt, a másik oldala teljesen száraz. Na, hova, királyfi? Hát, megyek a naphoz, hogy segítsen rajtam, segítsen a testvéremet visszaváltoztatni kőbálványságából. Jaj, ha a naphoz mész, akkor kérdezd meg, légy szíves tőle azt is, hogy miért van az, hogy én nekem egyik felem zöld, a másik száraz, bármit teszek is. Úgy lesz, megkérdezem. Ment tovább a királyfi, aztán meglátott egy malmot. Abban a malomba ott őrült egy molnár. Adjon Isten, molnár uram, adjon Isten, királyfi, hova? Hát, megyek a naphoz, hogy megkérdezem tőle, hogy tudna segíteni a testvérem alkalmas, hogy visszaváltoztassam emberré. Na, ha a naphoz mész, kérdezd meg tőle, hogy van az, hogy én 12 kövön őrlök folyvás napról napra, azt még sincs nekem ételem. Úgy lesz, megkérdezem. A királyfi ment tovább, és meglátott egy szarvasvigát, amelyik térdig érő fűben legelészett. Hova, királyfi? Szép jó napot, szarvasvika, megyek a naphoz, hogy megkérdezzem tőle, hogy tudnék segíteni. Az én testvérem van az alkalmasom. Na, ha a naphoz mész, akkor tégy meg nekem egy szívességet, kérdezd meg tőle, miért van az, hogy itt legelek egész nap térdig érő zöld fűben, aztán mégis kilátszanak, még a bordáim is olyan csontsovány vagyok. Úgy lesz, megkérdezem. Na, királyfi ment tovább, aztán mit látott? Egyszer csak azt látta, hogy nagy sürgés forgás, csete-paté, közepette. Olyan ricsaj volt, 3 ördögfi verekedett, marakodott. Hát oda állt közébük. Hát ti meg, mit verekszetek itt, mi a bajotok? Jaj, királyfi, hát nekünk az a bajunk, hogy van nekünk egy botunk, egy bakancsunk, meg egy kalapunk. Aztán nem tudunk elosztozni rajta. Jaj, na de hát, mitől való az a bot, meg az a bakancs, meg az a kalap? Hát az a bot, hogyha valaki a kezébe veszi, és azzal rásuhint valakire, az kőbálvánnyá változik, mondta az egyik ördögfi. A másik meg azt mondta, hogy a kalap, hát az arra való, fejre teszed, láthatatlanná válsz. Na és akkor a bakancsal meg, hogyha vízbe lépsz, akkor megnyílik előtted, és szárazon végig tudod járni akár a tengert is. Elgondolkodott a királyfi, mert helyén voltam annak az esze. Jaj, megvan, én elosztom köztetek ezt a 3 dolgot, csak annyit kérek, menjetek fel arra a 3 dombra, aztán ott egy kicsit várjatok. Na, így is volt, a 3 ördögfi fölment a 3 irányba a 3 domb tetejére, a legény meg ústyi, a bottal rájuk sihintott, abba a pillanatban kőbálvánnyá változtak, így ment tovább. Már látta, hogy nem sokára a tengerpartra ér, és a tengerparton túloldalán ott volt, várta őt a nap. Gondolta, hamarosan be tudja teljesíteni küldetését, de megszólította őt a tenger. Hej, te királyfi, hova? Megyek a naphoz. Naphoz? Hát, ha a naphoz mész, akkor kérdezd meg tőle, miért van az, hogy ilyen bő a vizem, de nem terem benne hal, egy sem. Úgy lesz, megkérdezem. A királyfi fölkapta a bakancsot,
Megnyílt előtte a tenger, és egy szempillantás alatt már ott is volt a napnál. Elmondta a napnak minden búját, baját. Minden kérdésére választ kapott, s a nap adott neki egy gyémántvesszőt, ami arra volt való, hogy vissza tudja változtatni emberré azt, aki kőbálvány volt. Na, a legénynek éppen erre volt szüksége. Fogta, indult vissza, fölkapta a bakancsot, de még a fejére tette a kalapot is, és csak akkor szólt vissza a tengernek, amikor már a túlparton volt. Azt üzeni neked a nap, hogy amíg embert meg nem fullasztasz, addig bizony nem lesz hal a vizedbe. Jaj, de későn szóltál, mert akkor, ha ezt tudom, megfullasztottalak volna, válaszolt vissza a hőbörgő tenger, de a királyfi arra már tovább lépett. Odaért a malomhoz, mondta a molnárnak. Hé, te molnár, azt üzeni neked a nap, hogy főzéd-e tüstint egy hatalmas nagy adag málét. Málét, jó van, megfőzte a molnár. Na most a málét felezd el, azt a felét add a macskának, a felét megtartsd meg magadnak. Hát, csodálkozott a molnár, megette a másik fele málét. Ezt mondta neki a királyfi, na mert látod, amíg nem adsz a macskának enni, addig sosem lesz békesség a házadban. Így tegyél ezentúl is. Megköszönte neki a molnár a kérdésére a választ, és továbbállt a fiú. Királyfi most odaért a szarvasbikához. Na te szarvasbika! De azért, miután meglátta a szarvasbikát, rögtön föltette a kalapot, nehogy időben meglássa őt a bika, amikor már túl volt, akkor válaszolta neki. Azt üzeni neked a nap, hogy azért vagy olyan sovány, mert a szarvadat még ember húsba nem döfted. Jaj, jaj, de kár, hogy ilyen későn mondod, akkor beléd döftem volna, mondta a szarvas, de a fiúnak annál több esze volt, ugye rajta volt a láthatatlanná tévő kalap. Ment tovább, odaért a vackorfához, de ott is rögtön felvette a kalapot, míg mikor már túl volt a vackorfán, akkor mondta, na vackorfa, azt üzeni neked a nap, hogy azért zöld az egyik oldalad, és szárad ki mindig a másik, mert egy hatalmas kaspó ezüst van elásva a gyökered alatt. Amíg azt ember ki nem ássa, addig így maradsz. Jaj, ha ezt tudom, akkor kiásatnám veled. De én nekem dolgom van, nem érek rá. Így feleselt a királyfi, s már fogta is magát, ment visszafelé, a királyi palota felé. Útközben persze megtalálta alkalmast. Fogta a pálcáját, a gyémánt pálcát, amit a nap adott neki, alkalmas felé suhintott, alkalmas rögtön visszaváltozott azzá a nagy, hatalmas emberi, akinek először is látta a királyfi. Megölelték, megcsókolták egymást. Visszamentek a palotába. Aztán megölték a lakodalmat. Ha a lakodalom vége nem lett volna, az én mesém is tovább tartott volna.